Igen. Idén volt 10 éve annak, hogy megkezdte működését a Kozár Miselyi Ferences templom mellett található ápoló otthon, a Dorotea otthon. Mielőtt erről az otthonról beszélgetnénk részletesen, kicsit összességében tekintsük át az itt működő intézményt, azzal együtt, hogy amikor megépítették, akkor a templom mellé egyből ezt az otthont, ezt a betegápoló egységet is tervezték. Miért tartották ezt akkor már fontosnak? Tehát a közösségünk az 1991-ben, 90-ben kezdett el szerveződni, és 93-ban kaptunk működési engedélyt itt az Egyházmegyében. És tehát két dolgot mindenképpen nagyon fontosnak tartottunk már a kezdeteknél. Azt, hogy a katolikus egyházban ferences nővérként szolgáljunk, és a ferences karizmát a betegápolásban szerettük volna gyakorlatra, tettekre váltani. És a kezdeti években, akkor még Pécsbányán, Pécsbányai kórházba dolgozott a közösségünknek egy része, másik része pedig a gyermekkórházba, és valahogy mindvégig megvan ott ez a két pólus, hogy az idős emberekkel és a gyerekekkel foglalkoztunk. Tehát körülbelül körülbelül 10 évvel ezelőtt akkor tértünk át a szociális szférára az egészségügyből. Tehát nagyon jó volt az, hogy az ott szerzett tapasztalatokat itt az otthonba is hasznosíthattuk, de ugyanúgy megmaradt ez a két pólusa a közösségünknek, hogy itt egy idősek otthonát, egy szociális otthont építettünk, elkezdtük működtetni, és 9 évvel ezelőtt, tehát egy évre rá, akkor Erdélyben egy meghívást elfogadtunk, ott pedig egy kismama otthont vezetnek a nővérek, a Szent Ferenc Alapítvány házainak az egyikét. Tehát azt mondhatnám, hogy a kezdetektől megvolt ez, hogy odafordulni a betegek, a rászorulók, a szegények, a valami szükségben szenvedő emberek felé, és hát ennek a kereteit korábban az egészségügyben, később pedig a szociális szférában találtuk meg. Nem tudom, ez most hirtelen beugrott nekem ez a kérdés, szerintem még soha nem kérdeztem meg, még nem is hallottam mástól se. Miért éppen Kozár Miselyben? Tehát mi Pécset kezdtük, tehát az ottani kezdet az úgy volt, hogy amikor a rendek visszakapták a szabad működési engedélyüket itt Magyarországon, akkor a Hazafi Klára főorvosasszony figyelt föl erre, és ő hívta meg a közösségünket, hogy a Pécsbányai Kórházban dolgozzunk, és akkor így kerültünk Pécsre. Tehát ott volt egy nővérszálló, amit ő kialakítatott a részünkre, majd a gyermekkórházba is hívtak, Pécsi Gyermekkórházba, akkor ott is munkát vállaltunk, de így hosszú távon annak idején Kapisztrán a nővér volt tehát a rendalapítónk és a közösség vezetője, tehát ő gondolkodott azon, hogy hol lehetne a nővéreknek egy olyan helyet találni, ahol hosszú távon is letelepedhetnek, ahol saját kolostoruk lehet meg mi egyéb, és akkor tehát így kerültünk Kozár Miselynybe, hogy az akkori polgármester úr tehát felajánlotta nekünk ezt a telket, és tehát azzal a feltétele, hogy itt egy kolostor, egy templom, meg egy szociális intézmény létesüljön. És akkor első ütembe fölépült a kolostor meg a templom, svájci jótevők a segítségével, majd hát azt úgy emlékszem 98-ba kezdődött el az otthonnak az építése, és 2004-ben készült el. Hát az épület az már 2003-ban készen volt, de tehát hogy minden tárgyi feltételt akkora tudtunk biztosítani, meg személyi feltételeket, és akkor megkaptuk a működési engedélyt. Tehát innen datáljuk végülis, hogy 2004-től indult úgy élesbe, hogy akkor már idős embereket tudtunk befogadni. Még az úgymond otthon, a szociális otthon előtt ugye elkészült a kolostor, illetve a templom. Otthonra leltek itt? Igen, úgy érezzük, hogy tehát ugye egy nagyon jó helyre vezetett bennünket a Jóisten. Tehát egy olyan
városba vagy településre, ahol úgy érezzük, hogy befogadást nyertünk. Tehát a hívek, az emberek első perctől kezdve úgy érzem, hogy örömmel fogadtak bennünket. Tehát én is már sok éve lakok itt Kozármislenyben, és személyes tapasztalatom ez, hogy örülnek nekünk, nem csak a munkánknak, előtte is még valami ilyen látványosabb dolgot tettünk volna, már az előtt éreztük, hogy szívesen veszik az emberek, hogy van itt egy szerzetes közösség, egy imádkozó közösség, és hát folyamatosan így kialakultak a kapcsolatok. Tehát volt olyan időszak, amikor így házi betegápolást besegítettünk egy rászorulóbb családnak, tehát ahol valamilyen szükséghelyzet adódott. Aztán később, még mielőtt az otthon beindult volna, akkor itt az életesély egyesületnél dolgoztunk, a szomszédban vannak fogyatékkal élő fiatalok, és hát egy másfél évig ott dolgoztunk, majd aztán az erőinket nyilván ide koncentráltuk mindenestől, amikor ez beindult, ez az otthon, akkor a kórházakból mindenhonnan ide jöttünk. Nagy erő szükségeltetett ennek az otthonnak a beindításához? Hát igen, igen. Kaptunk is sok segítséget, tehát szakmai segítséget is, tehát az is nagyon sokat jelentett, hogy tényleg a nővéreknek már volt egy körülbelül 10 éves egészségügyi tapasztalata, képzettsége, tehát nyilván egy kicsi átképzés kellett a szociális szférára, de tehát minden hivatalba ezeket a bejelentéseket meg kellett csinálni, aztán utána is természetesen minden jogszabálynak meg kellett felelni, és hát igyekeztünk ezt tartani. Tehát én úgy látom, hogy tehát, hogy volt egy nagy összefogás, volt egy célunk, amiért ezt akartuk csinálni, és hát ezt megpróbáltuk azokba a keretekbe, amelyikbe ez hivatalosan működhetett. Ez az otthon, ez bentlakásos, idős gondozó otthonként működik? Vagy mi ennek a pontos megfogalmazása, pontos neve? Igen, tehát ez tartós bentlakást, tehát ellátást nyújt az idősek számára. Amikor elindult ez az egész folyamat, akkor a jelentkezők, akik most itt laknak, vagy akik elkezdtek itt lakni, ők hogy szereztek erről tudomást, és egyáltalán nehéz volt megtölteni az otthon? Hát egyáltalán nem volt nehéz megtölteni, mert inkább a túljelentkezés volt már a kezdeteknél, és hát most is sokan vannak a várólistán. Tehát az elmúlt 10 évben 115 idős emberen tudtunk segíteni, tehát 44 fős az otthonunk, és tehát úgy szereztek tudomást, hogy nyilván a településről legtöbben, tehát itt a közelből, vagy Pécsről, kórházakban akkor már tudták, hogy mi ezt az otthont megnyitottuk, és tehát általában azért ott jelentkezik a szükség, hogy valaki mondjuk beteg lesz, kórházi ápolásba részesül, de hosszabb gondozásra van szüksége, és akkor ott már terjed a hír, de az egész országra is kiterjedt, tehát a befogadása nem korlátozódik csak Kozármislenyre vagy Pécsre, tehát kezdetben még Budapestről is volt egy házaspár, aki jelentkezett. Ez a 44 fő, ez soknak kevésnek számít, vagy ez épp egy bizonyos ilyen határszám, illetve ez mellé, a 44 fő mellé milyen személyzetre, hány főre van szükség? Tehát a 44 fő az hát bizonyos szempontból jó, mert még éppen családiasnak szervezhető az élet, és hát azt mondják, és erre mi is menet közben rájöttünk, hogy igazából a minimum 50 fő az a határ, ami még anyagilag is jól tud működni. Tehát ebből kifolyólag azért voltak anyagi nehézségeink, hogy tehát 50 főig ugyanaz a személyzet szám szükségeltetik, vagy hát a jogszabály pontosabban ezt írja elő. Én azt mondom, hogy annál azért több
dolgozóra van szükség, mint amit a jogszabály előír, mert tehát, hogyha méltósággal akarjuk és emberségesen megápolni, gondozni az itt élő idős embereket, és tehát mindenféle igényükre figyelni, nem csak az ápolásra, hanem a lelki szükségletekre is, meg minden egyébre, akkor annál több emberre van szükség. Hát emiatt így az évek folyamán elég sokat, tehát törtük a fejünket, hogy ezt hogy lehet megoldani. Nyilván megpróbáltunk segítségeket kérni, pályázni, adományokat gyűjteni külföldről, ahonnan lehetett, de egy idő után azért kiderült, hogy, tehát, hogy azért végesek ezek a források, és tehát azért is döntöttünk úgy, hogy ameddig még stabil az otthonnak a helyzete, és ameddig minket sem nyom teljesen agyon ennek a felelőssége, addig rábízzuk ezt a fajta felelősséget, gondot egy nagyobb szervezetre, és a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartományhoz fordultunk a kéréssel most ebben az évben, és hát ők tényleg így testvérként a segítőjobbot nyújtottak nekünk, tehát a fenntartást átvették, és hát nekünk meg egy csomó energiánk felszabadult arra, hogy közvetlen kapcsolatban lehessünk a lakókkal, és tehát így személyesen oda tudjunk jobban fordulni, mert egy idő után azért rengeteg energiánkat lekötötte az adminisztráció, meg tehát az ellenőrzések által támasztott követelményeknek a teljesítése, meg stb. Mielőtt még rátérnénk erre a feladat átadásra, úgymond, hányan dolgoznak itt az otthonban, illetve csak nővérek vannak, vagy vannak civil ápolók is? Hát ez természetesen mindig is a kezdetektől fogva ők voltak többségben a civil kolléganőink, kollégáink, tehát egy ekkora intézményt, tehát komoly személyzet lehet csak így működtetni. És hát a kezdetektől fogva mindig voltak mellette, vagy a vezetésben, vagy most már nem a vezetésben, hanem tehát mi is dolgozóként, főleg a lelki szükségletek biztos, tehát teljesítésével, kielégítésével foglalkozunk. Tehát most négyen vagyunk itt ebben a közösségben, ketten munkaviszonyban, és hát ketten önkéntesként, vagy a hátteret biztosítva szolgáljuk itt az időseket. A civil dolgozókról pedig nem mondtam, hogy most pontosan nem tudom a létszámot, de tehát 20-valahányan vannak. Azzal, hogy egy más rendnek adták át az üzemeltetést, azzal változott-e valami? Az itteni személyzet, az itteni nővérek, az itteni dolgozók, illetve az itt lakók szempontjából? Hát én nem tudom, hogy ők éreznek-e változást, de én biztosan tudom, hogy annyi változás van, hogy nagyobb biztonságba érezhetik magukat úgy a dolgozók, mint a lakók. Tehát nyilván mi nem vártuk meg, hogy annyira kimerüljenek a forrásaink, hogy ez már érezhető legyen a dolgozók vagy a lakók számára is, de hát mi azért mindig egy lépéssel előbbre gondolkodtunk, és én tudom, hogy mindenképpen változást jelent, és jó irányú változást, tehát hogy biztonság az úgy gondolom, hogy sokkal stabilabb. És nem jelenti azt, hogy egy szigorú pénzügyi diktatúra következik, ami által bizonyos dolgok csökkennek és eltűnnek? Nem. Tehát az is úgy gondolom, hogy egy óriási pozitívum, hogy úgymond családon belül maradt, mert a Ferences családon keretein belül maradt, tehát mi is egy Ferences nővérközösség vagyunk, akik beletartozunk a magyarországi Ferences nagy családba, tehát számtalan közösség tartozik bele, és tehát közülük a legerősebb infrastruktúrával a férfi Ferences szerzetes rend rendelkezik. Tehát akkor így őtőlük kértünk segítséget, tehát nekik más intézményeik is vannak, jól működnek, jó hírrel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a lelkiség maga az megmarad, az infrastruktúra pedig sokkal erősebb. Hogy érzik magukat az itt lakók? Hogy telnek mindennapjaik? Hát én úgy gondolom, ezt elsősorban tőlük kellene megkérdezni, de úgy érzékelem, hogy
hát, hogy otthonra találnak, biztonságot tapasztalnak, és hát ez a családias légkör azért így még ezzel a létszámmal tartható. Úgy gondolom még egy kicsit talán, ha növelve volna, még akkor is lehetne, de már ilyen 100 fős közösségnél az már úgy azért egészen más a hangulata vagy légköre van egy olyan otthonnak. És önök nővérek itt a Kolostorban most hogy érzik magukat Kozár Mislenyben? Köszönjük szépen. Elsősorban hálásan, hálával telten is, tehát örömmel vagyunk itt. Ezt tudom mondani, jól érezzük magunkat. Most az adventi időszak is elkezdődött, a mai reggel például hát a hajnali szentmiséknek a sorában, tehát annyira jól eső érzés volt, hogy a szentmise után akkor van tea, zsíros kenyér, együtt beszélgetünk itt a hívekkel, és hát így spontán módon volt, aki fontosnak tartotta elmondani, hogy hát hogy annyira jó nekik, hogy mi itt vagyunk. Egyessével is, meg közösségképpen is, és olyan megerősítő volt ez nekem, hogy tehát, hogy anélkül mi ezért külön valami rendkívülit tennénk, vagy legalábbis nem érzékelem, hogy maga a jelenlétünk, hogy itt vagyunk, lehet hozzánk csatlakozni az imádságban, ez már sokaknak nagyon sokat jelent. Hát picit beszéljünk a jövőről, vannak-e tervek? Először is néhány gondolatot az elkövetkezendő adventi időszakról, és utána, hogyha esetleg a jövőre nézve, vannak-e gondolatok? Hát az adventi időszak az előző évekhez hasonlóan, tehát egy nagyon jól kialakult a közösség van, akik szeretnének egy kicsit más módon felkészülni a karácsonyra, mint amit hát a világ kínál. Tehát, hogy tényleg ne csak a vásárláson, a külső dolgokba való ajándékozásba merüljön ki a karácsony, hanem hogy egy lelki készület is ezt megelőzze. És erre tényleg nagyon jó alkalom az, hogy minden hétköznap reggel 6 órától vannak rórát és szentmisék, és hát utána egy ilyen agapé találkozási, beszélgetési lehetőség. Úgy gondolom, hogy sokaknak sokat jelent, hogy lelkileg feltöltődve indulhat a napjuk. Hát a karácsonyra is úgy készülünk, hogy a hívektől sok segítséget kapunk, akár a templommal, takarításában, díszítésében, karácsonyfát, már tegnap volt, aki felajánlott egy fenyőfát. Tehát ezek mind olyan gesztusok, amiből érezzük, hogy a hívek is magukénak érzik ezt a templomot, és ezt az ünnepet, tehát nem csak nekünk kell, mint egy szolgáltatást itt nyújtani, hanem közösségi formába rendeződve történik a készület. És az ünnepek elmúltával akkor ugyanúgy folytatódik az élet tovább. Igen, természetesen. Tehát akkor is megvan az a mag, az a csoport, aki ide rendszeresen eljár szentmisére minden vasárnap, illetve hétköznap is egy kisebb csoport, akik részt vesznek. És hát ennek az adventnek talán még azt is elmondanám, hogy az is egy hát számunkra nagyon fontos eseménye, hogy tegnap, advent első vasárnapján Ferenc pápa meghirdette a megszentelt élet évét, tehát ez egy világméretű esemény, és hát ezzel párhuzamosan, ugyanabban az időpontban az Erdő Péter bíboros úr is itt Magyarországon a Szent István Bazilikában megnyitotta a szerzetesek évét, és hát nyilván ez egy csomó programmal, lelki megújulással. Tehát, hogyha jövőre nézek, akkor most a közeljövő minket főként ebben a kontextusban érint, és hát igyekszünk bekapcsolódni az országos rendezvényekbe, amit szerzetesek együtt szerveznek, és hát itt az Egyházmegyében is megjelenni, meg hát nyilván elsősorban azt, amit vállaltunk, azt tenni és jelen lenni úgy, ahogy eddig is.